sertésburger, mézes mustárral és hagymakarikákkal, méghozzá ropogós hagymakarikákkal. Túl sok hozzáfűzni alom nincs, hozzá is látok, nagyon-nagyon jó étel lesz. Mint minden burger, illetve hamburger sok összetevőből áll, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy minden összetevőt nagyon aprólékosan és precízen magunk elé készítsünk. Egy serpenyőt rakok a melegre, dobok bele egy pici vajat, egy kevés lilahagyma, amit meg fogok fonyasztani a vajon, illetve egy kis cukorral megkaramellizálom, valamint egy kis balzsamecettel savanyítom. Egy pici sóhagymára, pici cukor, majd egy pici balzsamecet. Hogyha a balzsamecet bevonta a hagymát, és teljes mértékben be van sűrűsödve, akkor elkészült, rakhatjuk ki egy tálba, majd jöhet a szalonna, amit csak félbevágok, csepp olaj, jöhet a koktélparadicsom, csak vékony karikákat vágok belőle. A paradicsom is mehet félre a tálalásig. Kész a szalonna is. És akkor elkészítem a mézes mustárt. Szükséges egy pár evőkanál magos mustár. Pici méz. Körülbelül a fele mennyiség, mint amennyit a mustárból használunk. Csipet só, bors, egy kevés fokhagyma, elkeverem, kész a mézes mustár is. A hamburger a hússal kell, hogy szóljon, nem lett elég kicsi a hús, úgyhogy meglehetősen nagyot fogok elkészíteni belőle. Csak sót és borsot rakunk a húshoz. Van egy ilyen kis karikánk, és annak a segítségével fogjuk elkészíteni a húspogácsát. Borsozom a darált sertéshúst. Sózom. És laza mozdulatokkal átforgatom. Nem célom, hogy a kezem melege fölmelegítse a húst, és hogy a zsír kiolvadjon belőle, továbbá nem akarom nagyon masszírozni, hanem ügyelek arra, hogy megmaradjon ez a, ahogy a darálókból kijött ez a szálassága. Rakom a formába, csak óvatosan lelapítgatom. A hamburger húsba són és borson kívül teljesen felesleges bármilyen más fűszert belerakni. Egyrészt a hús íz kell, hogy domináljon, másrészt, mikor összeállítjuk a szendvicset, nagyon-nagyon sok elemet fogunk egymásra pakolni, és ez bizony ízben fel fogja öltöztetni az ételt. Kész is a hamburger hús. Lehet látni, hogy a darált húsnak ez a tekervényes struktúrája megmaradt. Jöhet ez a serpenyő vissza. Amíg melegszik a serpenyő, addig a zsemlét elkészítem. Egész egyszerűen félbevágom. Alaposan megvajazom. Az, hogy a hamburgert, jelen esetben a sertésburgert, hogy milyen zsömléből készítjük el, szívünk joga eldönteni. Gyakorlatilag a Lidl pékáró közül bármit választhatunk, ami minden nap frissen sül. Alaposan megvajaztam a zsemléket. Kellően forró a serpenyő, úgyhogy jöhet a hamburger. Megfordítom. Mindig nagyon-nagyon ügyelek arra, hogy forró serpenyőbe pirítsem a hamburgert, hiszen sütni szeretném, nem pedig főzni. Ha mind a két oldala kellően megpirult, kiveszem, visszarakom a tányérra, és előmelegített 200 fokos sütőbe fogom sütni egy 5-6 percet, hogy a belseje is kellőképpen átsüljön. Fölraktam egy másik serpenyőt a tűzre, amiben a zsemléket fogom megpirítani, meleg is. Amíg süldögél, készítek egy konyharuhát. A konyharuhát egy picit benedvesítem. Megpirultak a zsemlék.
A megnedvesített konyharuhára teszem, össze is borítom, becsomagolom, és tálalásig ebben a konyharuhában hagyom, picit átgőzölödjön, még porhanyósabb, még puhább legyen, és természetesen, hogy meleg maradjon. És akkor jöhet a ropogós hagymakarika. A hagymákból szép, egyenletesen vastag, körülbelül 1/2 cm karikákat vágok. Amit kézzel szétszedegetek. Íme a hagymakarikák. Először lisztbe, majd csak tojásfehérjébe és zsemlemorzsába fogom panírozni. A tojásfehérjének a lényege, hogy sokkal-sokkal vékonyabb lesz a panírréteg a hagymán, valamint érdekes módon sokkal-sokkal roppanosabb is marad hosszú távon is. A tojásfehérjét megsózom, kissé felverem. Nem nagyon, csak egy picit. Átforgatom a tojásfehérjébe, és mehet bele a zsemlemorzsába. És az utolsó karika is elkészült. Nincs más dolgom, mint tálalni, illetve kisütni a hagymakarikákat. A hagymakarikákhoz mehet föl egy serpenyő, mehet bele az olaj. A kisült hagymakarikákhoz készítek egy kis itatós tányért, ebbe fogom majd kiszedegetni. Mehetnek a forró olajba a hagymakarikák. Kész is az első kanyar. Amíg az utolsó kanyar hagymakarika sül, megnézem a húst. Elkészült. Teljes mértékben átsült, ám de még szaftos is. Minden elkészült, semmi más dolgunk nincs, mint tálalni, összeállítani a burgert. Jöhet a zsemle. Porhanyos, ám de ropog és meleg. Nagyon-nagyon fontos a hamburgernél. A zsemle alsó felét megkenem egy kis majonézzel. Jöhet a hús. A szalonna. A gorgonzola sajtból egy kevés. A balzsamecetes hagymából. A koktélparadicsomból. Madársaláta. A hagymakarikáknak csináltam egy ilyen kis tölcsért, szépen belerakosgatom. Majd jöhet át a burger. Majd gazdagon a mézes mustárból. Hadd csurogjon le, hadázzon el a kezünk. És jöhet a teteje a hamburgernek. Hát ezen elkészültem. Nem mondok semmit. Jó étvágyat kívánok!